Start elindult az 1600 méteres Bényi Zoltán Pinocchio emlékverseny, és összességében egy sikeres startot látunk. Safranek vállalja magára a vezetést a közepes tempóban, mellette Merlin, Safranek, Merlin, Selektív, a favorizált lovak a frontban, és egyelőre Kinisz az, aki zárja a sor, de még nem kiszakadva egy-két hosszas a hátrány a többiekkel szemben. Egy nagyot botlott időközben Space Opportunity, szerencsére Ortigalán résen volt és tudta rendezni a sorokat. Mellette Bac du Roi belül, kívül pedig megkezdi a zárkózás az újonc Dominozo Zu. Nincs változás az élen, csupán annyi, hogy kicsit hátrébb csúszott Safranek, és most már tisztán az élen. Selektív. Selektív 1600 méteres távol legutóbb győzött, méghozzá komoly 6 hosszas fölényes győzelmet aratott. Most az istálló lovassal, Sándor Péterrel további jó futása várható. Itt ebben a díj kategóriában mögötte Merlin 3-4 hosszal következik, majd pedig az egészen jól együtt galoppozó mezőny. Kinéz még a mezőny végén, de abszolút nincs kiszakadva a többiekhez képest. Már a kanyar közepén jár a nap harmadik futamának mezőnye, és kezd elszakadni Merlin is a mezőnytől, az üldözőktől, jelenleg már a harmadik helyen van Dominozo Zu. Az újonc tehát egészen jól mozog, bár a beállásnál azért voltak nehézségei, míg Kinisz pedig a mezőny végéről elindult. Most már a befutó egyenesben járunk Selektív vezetésével. Selektívet támadja Merlin. Merlin nagyobb sebességi fokozatra kapcsol, galopugrásról galopugrásra közelít, és most már talán meg is előzte a fáradó Selektívet. Merlin kis Renátával átvette a vezetést a mezőny végéről, Kinisz indult meg, és ott lett majd a dobogón. Egyértelmű most már Merlin fölénye, Selektív megpróbál visszatámadni, Merlin vagy Selektív, Selektív jön vissza, Merlin még nincs otthon, Merlin, Selektív, Kinisz. Ez a lovak sorrendje a nap harmadik futamában. Izgalmas lett a vége megint, mert Selektív a falon kezdett visszajönni.